Még mielőtt elkezdenénk, jöjjön a csapó. Egy gyerekkori álmom vált most valóra. Én mindig csúfoltak így az iskolában, hogy csapó. És akkor tavaly forgattam egy filmet, egy nagyjátékfilmet, és ott oda mentem a talán szkriptes, ez a munka a forgatásoknál, aki mindig csap a kamera el, és megkérdeztem, hogy ne haragudj, csaphatnék most a következő jelenetbe, csak majd Csapó Attila vagyok, és hogy lenne egy ilyen fotó rólam. És akkor azt mondta, hogy hát ne haragudj, én sem megyek be a jelenetbe, a jelmezetbe, és mondom el a szövegedet, úgyhogy abszolút igazad. De téged nem hívnak úgy, hogy színész. Engem meg úgy hívnak, hogy Csapó. Igen. Szóval most valóra vált végre az álmom. Én nagyon örültem neki, amikor mondtad, hogy a Stalkersulis csoporttal, akikkel itt két lenne. Éven keresztül dolgoztatok együtt, fiatalokkal, egy Pilinszky mesét fogtok itt a völgyben előadni. Mert ez jó apropó volt arra, hogy a felkérésnél azonnal szóba jöjjön, hogy mi lenne, ha Pilinszkyről beszélgetnénk. De ezen felül mi volt az első találkozásod Pilinszkyvel? Az első találkozás? A gimnáziumban, talán a tananyagban, pont az érettségi előtt, a legrosszabb időszakban osztották be nekünk Pilinszkyt. Ezért teljesen kimaradt az életünkből, tehát csak József Attilára és az ő depressziójára koncentráltunk. A gimis hippis Csapó Attila is. Az osztályfőnökünk Szentesen, Perjésné Dózsa Erzsébet, egy fantasztikus asszony, ő volt a mi irodalomtanárunk. És az egész tananyagból csak annyi maradt meg Pilinszkyvel kapcsolatban, hogy srácok, én egyszer egy kocsiban utaztam Pilinszky Jánossal. Mentünk vidékről fel Budapestre, egy ladában, és ült mellettem a János, aki már akkor híres, nagy menő költő volt, és mindenki rajongott érte, és nem szólt hozzám, csak nézett ki az ablakon, és csodálta a tájat, és közben írkált egy-két szót, hogy Rigó, Kút, tehát hogy ennyi maradt meg. Ez egy jó utazás lehetett ülni Pilinszky mellett, aki lehet, hogy éppen ír. És aztán hogy jutott el odáig, hogy most most egy meséjét dolgozt fel a csoporttal? Jó, hát ez ilyen gyerekkori dolog, hogy körülvettek a mesék egész életemben, de hát valószínűleg sokunkat. Azon szerencsés fiúk közé tartozom, gyerekek közé tartozom, emberek közé, akik kevés tévét néztek, és a szülők nagyon sokat olvastak nekünk. Aztán persze jött a Disney, meg a különböző kedvenc mesék, mint az Utolsó egyszarvú, ezt imádom. És akkor egy idő után én kezdtem el magamnak a meséket írni gyerekkoromban, és szórakoztattam a magányos kis életemet. Szóval nagyon szeretem a meséket. Pilinszky meséivel, mikor találkoztam, talán akkor, mikor átlapoztam a verseket, és a végén ráakadtam erre a hét csoda mesére. Muszáj még egy kicsit visszakanyarodnom. Gyere. Emlékszel valamelyik mesédre, amit írtál gyerekként? Emlékszem egy mesére, de ezt nem én írtam sajnos, ez egy népmese a Sóról. És mikor bohóckodtam, és különböző rendezvényeken nekem fel kellett lépni, egy idő után már nem vállaltam ilyeneket, szóval ez kb. 10 éves koromig történt. Akkor mindig ezzel a mesével hakniztam, és ez a show, ami kb. A sztori az lehetett, hogy az öreg király és a három lánya, tehát ilyen nagyon lír királyi szituáció, és ki szeret engem jobban, az kapja meg a királyságomat, tulajdonképpen ez a történet lényege, és mindenki, apám, én úgy szeretlek, mint a madár a napot, bla bla bla. És akkor az utolsó, legkisebb lány azt mondja, hogy apám, én úgy szeretlek téged, mint az emberek a sót.
volt, és kiakadt a király, és elzavarta a lányát, egy erdőben bújdokolt, és egy herceg beleszeretett a lányba, és megkérdezte, hogy mi a baj, kislány, és azt mondja a lány, hogy hát engem elűzött az édesapám, én egy hercegnő vagyok, és azért, mert azt mondtam neki, hogy úgy szeretlek apám, mint az emberek a sót, és azt mondja, jó, figyelj, én meg egy herceg vagyok, akkor csináljunk egy hatalmas lagzit, elveszlek feleségül, és meghívjuk az apádat, és az egész királyságot, és csinálunk levest, de nem rakunk bele sót. Igen, és akkor mindenki borzasztóan fanyalgott a lakodalmas vacsora közben, és akkor azt mondta a herceg az apósának tulajdonképpen, hogy látod, őt kellett volna választanod. Ennyi. És mindig igen, az volt a szép kis duci kisfiú voltam, és felállt, ami most is. Szóval felálltam ilyen asztalokra, és akkor így körbe, és nagyon élveztem, hogy ezt így elmesélhetem. Ennyi. De hát ez nem a sajátom, ez egy népmese, amit kicsit átírtam mindig. Na és akkor jöjjön most ez a hét mese, amit megtaláltál Pilinszkinél. Igen, igen. A hét mese, ami most ez az érdekes, Orosz Ákosra tegnap beszélgettünk, és mondta, hogy nagyon sajnál, hogy nem volt itt kedden, és nem láthatta a srácok munkáját. Ő is az egyetemen művészi beszédet tanít, és ő is a Pilinszki meséket választotta. Szóval ez valamiért most nagyon aktuális, nem azért teszem azt hozzá, nem feltétlen azért, mert száz. De lehet, hogy most elkezdtek az emberek jobban figyelni rá. És valamiért lehet, hogy a verseket diákoknak túl komolyak és túl tömények, depresszívek ahhoz, hogy ezt adják feladatnak. De hát azért ezek sem vidám mesék. Egyáltalán azért erről vidám. Beszéljünk egy kicsit, mert jó. Hát én néztem a tükör, hogy mi a címe? Kalandozás a tükörben. Kalandozás a tükörben. Hát azért ez egy borzasztó, sötét és tragikus. Vagy nem is tudom, hogy tragikus-e, mert végül is azért lehet úgy értelmezni, hogy a végén van egy pozitív kicsengés is, de... Azt úgy nem tudom elképzelni. Vagy hát ez valószínűleg nagyon sok családban így történt, hogy megérkezett az anyuka Pilinszki meséjével otthon, és akkor most a bici mackó után, ami hát szintén egy kegyetlen történet, és vannak a mélységeinek is. És akkor elkezdi olvasgatni a mondjuk a kalandozás a tükörben, vagy a napszületését otthon a gyereknek, és horror, sötétség és depresszió, ez semmiképp nem szeretne szerintem így elaludni egy gyerek ilyen gondolatokkal. És nincsenek sokszor feloldva, leginkább egyszer sincsenek feloldva ezek a mesék. De akkor kinek szólnak ezek? Felnőtteknek. Szerintem magának, felnőtteknek, az olyan típusú embereknek, mint ő. Csak így rejtette el. Ő ugyanúgy írt tovább, és írta azokat a rá jellemző, és mélységű, és sötétségű, kegyelem iránt áhítozó történeteket. És egy hasonló kegyelem iránt áhítozó történetet hoztál, vagy választottál most, csak versben, aminek az a címe, hogy Fabula. Fabula, amit nem találtunk meg sehol, és nem tudjuk datálni korban, hogy ezt mikor írta, illetve egy kötetében se volt benne. Szóval ez lehet, hogy egy ilyen fiókból előkerült. Mégis nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják. Törőcsik Maritok kezdve. Szóval ez egy viszonylag ismert verse. Elmondod most te is? Persze. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba. Megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka. S reggel is, mikor agyonverték.
Miért ez a címe? Szerinted? Mikor a Wikipédiára beütöttük, hogy fabula, akkor az a két mondat ragadott meg, hogy fabula, hát jellegzetes dolgai vannak, amiről felismerhető, állat, kötelező állatszereplő, a jó és a rossz összecsap. Hát itt ebben a versben, ráadásul tehát nem azt adja címnek, hogy a ház, vagy a kőművesek simogatása, vagy bármit mást adhatott tulajdonképpen, a műfajt adja címnek, mintha ezzel megteremtené, hogy gyerekek, akkor ez maga a fabula. Tehát ez a műfaj. És ráadásul úgy is kezdve, ugye, hol volt, hol nem volt. Hol volt, hol nem volt. Szóval kötelezően állatok, a jó és a rossz összecsap, ami hát ebben az ilyen... Szóval első olvasatra, vagy első hallásra agyonvernek egy farkast, aki semmi rosszat nem csinál, azon kívül, hogy ő egy farkas, és bemegy egy házba. Nyilván, ha szituatíve nézzük, akkor felébredek reggel a kis házacskámba, és ott áll a konyha közepén egy 2 méteres ordas állat. Hát mit csinálok? Nem tudom, megijedek. Tehát nyilván. És akkor ennyi. Tehát most ki a jó és ki a rossz? Igen. Érdekes. Tehát akkor ez egy becsapós cím. Igen. Tehát valamire számítunk, és aztán az nincs úgy. Mire számítasz? Hát valami tanulságos tanmesére, nem? Hogy akkor, hogy látjátok gyerekek, így kell agyonverni a farkast. Ne. Használati útmutató egy farkas agyonveréséhez. Nem. Hanem mi a tanulság? A tanulság az, amit érzel utána, az érzékelés utána, hogy... Na, ne szaladjunk előre. Még álljunk meg kicsit ott, hogy ugye a főszereplőnk egy farkas. És amíg a mesékből ismert farkasok, azok ugye gonosz farkasok. Nem persze, gonoszak, szerintem. Nem, szerintem ők, akik mindig rosszul járnak. Nem? Tehát a népmesékben a róka az okos, ő a rafkós. A farkas, aki mindig egy kicsit lentebb van, butácskább, nem tudom, ő hát de meg akarja járó. Enni a kecskegidákat, meg... Igen, és akkor igen. De hát a Disney most iszonyatosan szereti például a negatív szereplőket, külön eredet történetet csinálni. Hát, ha lesz majd egy magyar rendező is, aki a mi magyar rossz fiúinkat is egyszer megmutatja. Egyébként erről írtad a szakdolgádat, nem? Igen. Mi volt a címe? A Lucifer hatás. Igen, ennyi. Az intrikusok a világirodalomból, igen, mindenhonnan. Sokban volt farkas. Nem volt farkas. De miért nem? Tehát a farkasok falkákban élnek, és én egyszer megdöbbentő tanúja voltam nagyon közelről egy vadasparkban, hogy hogyan élnek ebben a falkában. Tehát folyamatosan küzdenek egymással. Tehát ez az ember-embernek farkasa, ez nem ilyen légből kapott dolog, hanem hogy nézed, és azt látod, hogy folyamatosan hierarchia harc. Tehát van egy domináns állat, és azt mindig kikezdi a fiatalabb. És aztán azt kimarják maguk közül. És ő rátámad az egész falkára egyedül. És aztán tehát ez egy elképesztő agresszív és félelmetes állat. Miért jön be itt? Vagy mi fontos belőle a farkas ságából, hogy ezt válasz? Vagy neked mi fontos belőle itt ebben a fabulában? Jó, akkor szerintem egyáltalán nem agresszív. Van egy nagyon híres National Geographic fotó. Sorba mennek a téli tájban a farkas falka egymás után, mint a hangyák, és nagyon sokszor veszik elő és mutatják, mint ilyen csoportmechanizmust ezt a képet, hogy az alfa mindig hátul van. Tehát mennek elől a gyerekek és az idősek. Ők diktálják a tempót. Ők határozzák meg a működést. És hátul az erősek, az alfák, mert ott tudnak vigyázni. Tehát hátulról lehet a legjobban belátni őket. Pszichológia 2, van egy játék, amit a gyerekekkel is megcsináltam, meg szerintem veletek is elsőbe. Ez a 3 kedvenc állat című pszichológiai játék, amit most mindenkinek elmesélek, és akkor
játsszátok el otthon, meg a barátaitokkal. Leültök egy emberrel, beszélgettek, nem ismeritek, vagy ismeritek, mindkét szempontból nagyon érdekes, és megkérdezitek tőle, hogy Józsi, mi a kedvenc állatod? Gondolkozz, és mondjál róla emberi és nagyon jellemző tulajdonságokat, amik eszedbe jutnak, asszociálj. És Józsi azt mondja, hogy a kutya. Jó, Józsi, milyen ez a kutya? Hát ez a kutya, nem tudom, barátságos, gyermeteg, össze-vissza ugrál, blablabla. Oké, Józsi, mi a második kedvenc állatod? A második kedvenc állatom a béka. Igen, a béka. Miért a béka? Hát, mert a béka az zöld, és nagyon sok kis ikrája van, és azokról nem gondoskodik, csak megy, és akkor ikrázik tovább, vagy petézik, milyen kis ebi halak. Jól van, Józsi, és mi a harmadik kedvenc állatom? A harmadik kedvenc állatom az a szöcske, most ez olyan, mintha egy vicc lenne a vége, de nem az. A harmadik kedvenc állatom a szöcske. Miért a szöcske? Hát, mert az mindig nagyot ugrik, és tovább lép, ágról ágra, röppen. Oké. Biztos vagy a sorrendben? Első, kutya, béka, szöcske. Igen. Jó, hát az első az állat, ami te szeretnél lenni, ami a te jövőképed valójában. A második, tehát a béka, Józsi esetében, az az állat, ami ennek mások látnak, és a harmadik az, ami valójában vagy. És ezen mindig tehát ez általában beszokott jönni. Sokszor eljátszom emberekkel, mikor nem ismerem őket. Általában beszokott jönni, és mindig nagy megfejtések vannak, és nagy elgondolkodások utána. Ezt ugye kétszer nem lehet eljátszani, hiszen tudjuk a logikáját. Nekem, most visszakanyarodva a farkasra, nekem a szarvas volt az első, tehát szarvas szeretnék lenni. Másodiknak csak erről fogok beszélni. Senki nem érdekel. A másodiknak én a farkast mondtam, és hozzátettem, hogy az a típusú farkas, aki okos, erős, magányos, tehát semmiképp nem az, aki rosszul jár a mesékben, hanem aki jól jön ki a dolgokból. Tehát ilyennek látnak engem, ez ezért érdekes. Lehet ezért szimpatikus nekem a farkas. Tehát akkor ez egy kicsit a te mesét. Ez lehet egy kicsit az én mesém, és akkor megvédem a farkasokat, hogy ne bántsák őket, hogyha bemennek egy parasztházba is. És akkor mondtad ezt a magányosságot, ugye ez szemben a falka életmóddal fontos, és mi az, hogy magányosabb az angyaloknál? Hát ki lehet magányosabb az angyaloknál? Ezt feltehetjük. Kik az angyalok? Kik az angyalok, és ki az az egy, ha egy van, de szerintem egy, aki még náluk is magányosabb lehet. Már a falát is megszerette a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. Itt van mögötted egy madár. Csak úgy a farkas mellett egy másik daru. Állat is megjelenjen. Egy daru. Yes. És itt a Művészetek Völgyében te indítottál egy workshopot, ami színész, Vígszínházi színésztől nagyon meglepő módon műanyag hulladékból készítetek műalkotásokat. Készítesz? De már az egyetemen kitűntél ezzel a kézügyességgel, de sőt, ez a madár, ez az a madár, vagy az azóta egy másik? Nem. Mert volt egy madár bábod is, amivel egy etűd is készült a... Igen, és az is egy Pilinszky mese, csak ott nem hangzott el maga a mese. De az, maga csak de az a szépen nép, megmozduló a sztori. Bábod. Igen, ugyanez lényegében, ez a második. Honnan van neked ez a különleges figyelmed a tárgyak és ez a szeretetteli figyelem, amiből létre tudsz hozni egy ilyen csodálatos madarat kanalakból és késekből? Jó, hát akkor jön a sztori. Mikor harmadjára felvételiztem és nem vettek fel az egyetemre, akkor kimentem Marosvásárhelyre, és ott felvettek egyszerre báb szakra is és prózai színész szakra is. A báb osztályt választottam, részint azért, mert azzal még nem foglalkoztam, de sokkal jobban érdekelt. És részint azért is, mert benne voltam az első háromban, ezért eszméletlen ösztöndíjat kaptam fél évig. És nem bántam meg.
Marosvásárhelyen is, és utána vendéghallgatóként itt voltam Pesten is a bábosztályban egy évig. Utána vettek fel. És mire tanított meg a tárgyakkal kapcsolatban ez? Azt érzem, hogy vannak olyan színészek, akik tudnak tárgyakhoz hozzányúlni, és vannak, akik nem. Te az vagy, aki nagyon is tud. Aki ebben különleges tehetséggel tűnik ki. Hogy nyúlsz hozzá egy ilyen kanálhoz? Vagy mit látsz bele, vagy hogyan látod bele ezt? Hát a báb maga arra tanított meg, hogy túlságosan sokáig azt gondoltam, hogy milyen jó vagyok, és én pont elég vagyok ahhoz, hogy ott álljak. És az a fontos, hogy én ott álljak elől, mindig elől. A báb megtanított visszalépni. Hátra. Egyet hátra. És az, ami én vagyok, az beletenni valami másba. Ez rémelt, ugye? És készítettünk is bábokat Marosvásárhelyen is, Pesten is. És a kanalak, igen, a kanalak, hogy honnan jöttek, nagy költözés, meg takarítás, mint minden magyar családban tele a szekrény zacskókkal. Ugye? És nem volt szívem kidobni őket, és azt gondoltam, hogy akkor csinálok belőlük valamit, csinálok belőlük bábot, amit csináljam úgy, hogy lehessen mozgatni, lehessen használni, lehessen vele történetet mesélni. Ennyi, és akkor leültem, és jött a madár, ami tulajdonképpen a Pilinszky madár és a lány meséjéhez született. Igen, az volt a tervem, hogy vele is dolgozni fogunk. Mennyi idő összerakni egy ilyen madarat? Körülbelül? 3 nap. És hát azért ez egy elég aprólékos munka, tehát folyamatosan közel kell hajolnod, mi nem tudom, ragasztópisztolyjal ragasztasz, vagy bármivel. Nem azért. Sokszor feltették nekem a kérdést, hogy csináltunk valamit, és akkor jött egy lány, kicsi lány, és mondja, jó, hát megveszed a kínaiba az evőeszközöket. És mondtam, hogy nem, mert ez benne a nehéz, hogy szemétből viszonylag sok van, de hogyha ugyanolyan kést akarsz, mert a szárnak muszáj, hogy ugyanolyan késekből álljon, 70 darab, egy szárny, akkor az nem menő, hogyha te azt megveszed egy boltba, hanem akkor le kell menni a kebaboshoz, és meg kell kérni a kebabos, nyilván azt fogja mondani, hogy ne haragudj, nem fogok neked itt most külön gyűjtögetni, azért használunk műanyagot, hogy ki tudjuk dobni, nem azért, hogy elmossuk. Szóval akkor állj ide, és akkor szedd össze. Tehát a lényege ez volt. Van ebben az akcióban valami hasonló ehhez, a falát is megszerette a farkas, és hogy abban a kőművesek simogatását fedezi fel. De menjünk tovább. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Egy új jelző, ami meglepő a farkassal kapcsolatban, de hát most már kiderült, hogy ne legyen meglepő. De ki ez a farkas? Hát te mit gondolsz? Hogy lehet valaki ennyire nyitott, hogy létezik ilyen farkas, aki ennyire nyitott, hogy ott nézi, hogy milyen jó, hogy itt simogatták a kőművesek? Én összegyűjtöttem az igéket ebből a versből, és egy nagyon érdekes sztori rajzolódik ki, függetlenül a farkasságtól. Volt, nem volt, élt, elvetődött, beleszeretett, meglátott, megszerette, megállította. És akkor utána jön az, hogy Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Ez egy kicsit bonyolultabb, nem feltétlenül rá vonatkozik. Be is ment, megállt, nem mozdult, állt, és egy passzív helyzetben agyonverték. Adott tehát egy lény, aki nem a csigabusz, azt tudjuk, ezt kizárhatjuk. És vagy van, vagy nincs. És aki meglát, tehát figyel.
hiszen nyitott szemmel áll. És ez egy érdekes kiemelés, hogy nyitott szemmel áll, nem csak úgy. Egy ilyen rövid vers esetén minden szónak külön fontossága van, különösen úgy, hogy... Igen, bocsáss meg, főleg Pilinszkinél, hogy ezek nagyon egyszerű sorok. Szóval nagyon egyszerű elolvasni. De eszméletlen bonyolultság van a sorok között. Vagyunk olyan szerencsések, hogy látjuk őt, ahogy Vöröst is. Meg halljuk őket a YouTube-on, hogy mondják ők a saját verseiket. Egyébként sokszor borzasztó. Tehát annyira nem, de hát mégis az övé, tehát ő mondja. Én is úgy csináltam a madarat, ahogy akartam. De eszméletlen csendeket tartanak, sokszor művészi beszédileg, vagy így szakmailag indokolatlan helyeken. És ezek miatt érzed azt, hogy te bárhol tulajdonképpen megállhatsz. Ha mit tanultunk, az, hogy ha úgy kezdődik egy mondat, hogy hol volt, hol nem volt, ezt nem lehet úgy csinálni. Hol volt? Hol nem volt? Mert miért ne lehetne? Mondhatom így. De nem, így mondom, hogy hol volt, hol nem volt, hiszen ez gyakorlatilag egy előke, egy bevezető, egy előke. És akkor a Pilinszki leült, és hol volt, hol nem volt. Ráadásul sejtített kicsit, és egyszer egy magányos farkas. Iszonyat imádni való. A klasszicista színház egyik alapelve, hogy a tragikus hős sosem ül le, csak a komikus. Te hogy vagy ezzel a szimpati gyakorlatodban? Hát a gerébe egy tragikus hős. Nem ülök le. De jó, a padokban ülök ezzel. De egyébként soha nem ülök le. Igen. És szerinted miért olyan fontos, hogy nem mozdult annál soha többé, és csak állt? És hogy ahhoz képest miért talán így visszafele különös értelmet nyer, hogy bent az emberek meg ülnek? Mi a különbség állás és ülés között egy ennyire az elvont térben? Igen, az örökkévalóság, a bálvány, maga mint farkas vagy mint állat metafora oda helyezve, ha leül, akkor az már kutya, az már az ember barátja. Hiszen folyamatosan készenlétben van. Tehát ott áll. De még mindig nem mondtuk ki, hogy valójában mi lehet a farkas. Nem is kell. Nekem van egy különleges ilyen farkas élményem, illetve picit így ilyen szofisztikáltabb, mert csak róka. Az olvasmányaimból, és szintén mese, és behoznám ide picit, csak hogy egy kicsit lazítsunk így a sok Pilinszki után. Antoine de Saint-Exupéry, a kis herceg. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidítani? Te nem vagy idevalósi, mondta a róka. Mit keresel? Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogy neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Nekem bizony egyhangú az életem, folytatta a róka. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, az egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom, de ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát?
én nem eszem kenyeret, nincs a búzára, semmi szükségem. Nekem egy búzat tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, minden, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kézholmit vásárolnak a kereskedőknél, de mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz, szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek. Te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak a félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, hogyha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogok tudni, hogy hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is valami olyasmi, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubéli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok, ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakáció. Így aztán a kis herceg megszelidítette a rókát. És amikor közeledett a búcsú órája. Ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit se nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt. Ez jutott eszembe, amikor ott elképzeltem, hogy áll a farkas, és hogy miért nem szelidítik meg, miért verik agyon, miért nem jut eszébe senkinek az. Végtelen előítéletesek vagyunk. És hogyha ez egy kecske lett volna, vagy kecske gida, vagy tényleg egy cica, egy kutya, nem tudom. Ő farkast rakott oda, pedig tiszta szívű, és valószínűleg nincs nála tisztább. És magányosabb. Igen, előítélet. Ilyen olvasata is van. Hogy belerugunk abba, akinek olyan a színe, aki azt képviseli, aki odaállt egyszer. Van egy ilyen könyv, ez nemrég jelent meg. Hankowski Tamás doktori disszertációja az ELTE filozófia doktori iskoláján, és az a címe, hogy Pilinszky János evangéliumi esztétikája. És egy olyan esztétikát bont ki, mi az az esztétika? A szépség tana, egy olyan tudomány, ami azt keresi, hogy mi a szépség, nagyon, nagyon brutálisan leegyszerűsítve. Tehát, hogy Pilinszky cikkeiből és leveleiből fölírható egy esztétikai rendszer, ami arra épül, az első kiindulási pontja, hogy a művész metafizikus hatékonyságú, tehát egyszerű hétköznapi tapasztalatokon felülálló, tehát a művész metafizikus hatékonyságú aktusainak végrehajtása által a teremtő Isten társává válik. Mert a világ megalkotásában működik közre.
Te mit gondolsz erről? Csak olyan elmélkedés szintjén. Szerinted művészként lehet így újat alkotni? Teremteni? Elmélkedjünk egy kicsit erről. Mert művészként a, mert újat ahhoz, alkotni? Ahhoz, hogy, mert ott van mögötted az a, az a madár. Ez nem új. Ez nem új. Ez nem új. Mi ez? Szerintem már nincs új. Tehát nincs vannak új, benne és is kanalak és kések, amik már voltak össze vannak eleve. Rakva egy alakká. De nem ezt újra is lehetne olvasztani, az se lenne, és lehetne belőle vázát csinálni, az se lenne új. Meg nem, ez nekem alkotás, meg aki megnézi, én erre azt tudom mondani, hogy szemérmesen, hogy lehet ez is művészet, bármi lehet művészet, de az, hogy mi az újat alkotni, szóval nem lehet újat alkotni, és nem is kell, hanem a szép dolgokat, amik már egyszer megtörténtek, azokat kell elővenni. Azokat lehet újraértelmezni. Mert vannak örökkévaló. Mondjuk azt mindig a színházban, hogy Shakespeare, hát ez bármikor megszólalhat. És hát hányszor használjuk Shakespeare-t? És mindig lehet valami új. Mindenki tudja, hogy mi lesz a Romeo és Júlia vége. Nem az számít, hanem az, hogy jutunk el odáig. Tehát ezt már rég feladtuk, tudjuk, meghalnak. Az a fontos, hogy most hogy, érted, valahol felakasztják, valahol késsel, nem tudom. Sok olyan embert ismerünk, alkotót, aki nagyon szeretne újat csinálni, csak hogy eredeti legyen. És mindig az erőszakot éreztem benne, hogy mindig valamit megerőszakolva akar létrehozni valamit. Nem kell, vissza kell nyúlni a gyökerekhez, vagy azokhoz a szép dolgokhoz. Nem csak a mi gyökereinkhez, az én személyes gyökereimhez, hanem a kultúránk személyes gyökereihez, a történelmünkhöz. Előről kell kezdeni, mert nem csak a színház, mi ahhoz értünk egy kicsit jobban talán. De azt látjuk, hogy mikor már minden megtörténik a színpadon, és ezt emberek nézik, tehát már bármit megtehetek, happeningektől kezdve, tehát lehet, hogy vissza kell térni a klasszikushoz, a klasszikus formákhoz, a tisztasághoz, a szépséghez, és nem kell oda csinálni azért a színpadra, hogy modern legyen és érdekes. És miért válik mégis, de akkor miért érdemes megnézni? Hogyha nem új. Mert unják, szerintem unjuk ezt a világot már. Mi emberek. Unjuk azt, hogy mindenki tolja magát, unjuk az egót, unjuk a... Igen, és vágyunk a szépségre, vágyunk arra, hogy értsük, vágyunk a szeretetre, mindenhol. Lehet a szeretet szépség? A szeretet esztétikája? Önmagában? Igen. Valami ilyesmit fogalmaz meg Pilinszky egyébként, amikor azt mondja, hogy mert ugye itt nem arról van szó, hogy egy valami vallásos rendszert építene fel, hanem azt jelenti ki, hogy az a motiváció, ami az evangéliumot, tehát Jézus Krisztus életét és személyét motiválja, azt kell a szépség eredőjének tekinteni. És azért hoztam ezt fel, mert talán már nagyon erősen is túlbeszéltük ezt, hogy milyen fabula állít össze. És ugye mondtam ezeket a szavakat, tehát hogy van egy iratlan esztétikánk, ami meg van egy olyan ember személy a középpontjában, aki volt, nem volt, aki élt, elvetődött, beleszeretett, meglátott, és valami lényegit megszeretett és megállított, és aztán nem nagyon verték, de kivégezték. És akkor ezzel a végszóval megkérhetlek, hogy mondd el még egyszer. És mondtál nekem egy érdekes dolgot a csöndekről még. Nem szeretném elmondani még egyszer. Én erről szeretnék inkább beszélni, na, hogyha már csak kis időnk van, akkor csak erre használjuk fel. Jó. A verset bárki, bármikor elolvashatja, sokkal tehetségesebb színészek előadásában is.
Most azt hittem, nevetni fognak. Ami ehhez kapcsolódik és pörög a fejemben, és a legjobb példa talán Pilinszky. Beszél erről, leírja, barátai beszélnek erről, Törőcsik Mari, hogy megunta saját magát. Olyan sokáig pörgött az ő fájdalmában, sötétségében, melankóliájában, önsorsrontásában, megunta magát, és volt egy pont, amikor már nem tudott, és nem is akart írni. Nem akart írni. A pályáját tudta, hogy csak úgy tudja beteljesíteni ezt a kötetet, ami az élete, hogyha hallgat. És ez egy szép művészi erény. Hogy hallgatsz, és megtalált azt a csöndet, amit minden versébe keres. Ezeket a csöndeket, amiket elrejtett, és ő pontosan tudta, hogy hol vannak. Ezeket megtalálta, és abban az utolsó pár évben, élete végén, mikor hallgatott, akkor felérkezett, igen. És házasságot kötött az égbolttal. Köszönjük. És akkor jöjjön egy végecsapó, Attila. Ezt is mindig ki akartam próbálni.